A közelmúltban közgyűlést tartott a marcali VFC tagsága, ahol lemondott Csekis Gábor elnök és Nyerges Ervin alelnök. Kis Lajos, Borbé Zsolt, Kőhalmi István elnökségi tagok szintén lemondtak tisztségükről. A volt elnököt kérdeztük a lemondás okairól. 2018. november 8-án végleg lemondtam az Egyesület elnöki tisztségéről, illetve velem együtt lemondott Nyerges Ervin alelnök úr, lemondott Kis Lajos, Borbé Zsolt, illetve Kőhalmi István elnökségi tagok, és egy teljesen új vezetés került megválasztásra az MVFC-nél. Azt, hogy én beadtam a lemondásomat néhány hónappal ezelőtt, az egy jól meggondolt dolog volt. Azt gondolom, egyébként le is nyilatkoztam, le is írtam, hogy ez azért történt, mert egyrészt egy kicsit kiégtem a felnőtt labdarúgás miatt hozzáteszem, másrészt nagyon sok olyan ügyintézni való volt az Egyesületnél, amit én már a munkám, illetve a családi életem mellett nem tudtam bevállalni, illetve megcsinálni, ezért hoztam ezt a döntést. A későbbiek során aztán úgy alakultak a dolgok, hogy a lemondásomat vissza kellett vonnom. Én úgy gondolom, hogy ez a szívemre hallgató döntés volt, és nem az eszemre hallgató döntés. Egyébként több edző, illetve elnökségi tag is kért tőlem, hogy tegyem meg ezt a döntést. Megtettem, aztán végül mégis úgy alakult, hogy úgy gondolom, hogy a marcali labdarúgás érdekében nekem meg kellett hoznom ezt a döntést, hogy végleg lemondtam. Én azt gondolom, hogy egy jó utánpótlás bázisunk van, és ez meg kell, hogy maradjon. Van közel 100 gyerekünk, vagy még talán több is, velük szakképzett edzők foglalkoznak, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ezt tovább kell vinni. Én abban a pillanatban adtam át az Egyesületet, amikor az Illés Akadémia egyébként egy együttműködési megállapodást szeretett volna velünk kötni, hogy ez meg fogja történni a későbbiek során, az már nem az én döntésem, erre az aláírás már nem én fogom rátenni, de mindenképpen én azt gondolom, hogy végig kell vinni, és végig kell menni ezen az úton. Azt gondolom, hogy tiszta lelkiismerettel tudtam átadni. Én ezt elmondtam a közgyűlésen is, hogy jelen pillanatban 7 millió forint likvid pénzeszköze van az Egyesületnek, tehát én azt gondolom, hogy anyagilag soha nem álltunk olyan jól, mint ahogy most állunk. Rendezett körülmények vannak az Egyesületnél. Nyilván lehetne ezt másképp és sokkal jobban is csinálni. Soha nem mondtam azt, hogy minden rózsaszín. Vannak olyan dolgok, amin igenis változtatni és fejleszteni kell. Ezt majd az utódjaim meg fogják tenni. Focival ezután leszel még valamilyen szinten kapcsolatban? Hát annál is inkább, mivel a gyerekem ide jár az Egyesülethez, lassan 5 éve futballozni, és szeretném, hogyha továbbiakban is ide járna. Tehát én fogok menni ugyanúgy legalább a kiskorosztályokkal tornákra, mérkőzésekre, nem fogok elválni a labdarúgástól, az amatőr bajnokságban ugyanúgy fogok focizni, hát ez egy életre szóló szerelem, azt gondolom. A marcali VFC új ügyvezetője Kolozs Rita lett. Elnökségi tagoknak Virág Krisztiánt, Ivusza Istvánt, Molnár Pétert, Buna Gábort, Hegedűs Pétert és Jónás Krisztiánt választották. Azt gondolom, hogy lezárult egy korszak, és az építkezés elindult. Célunk mindenféleképpen az Egyesületnek a papírmunkáinak a megújítása, új alapszabályt fogadtunk el, ami most a mostani törvénynek megfelelő, megállja a helyét, illetve SMS-t írunk jelenleg, tehát próbáljuk a dokumentumjainkat a megfelelő módon helyreállítani, illetve megalkotni. Emellett a 7-tagú vezetőség közösen dolgozik a feladaton. Nagy feladatunk lesz a felnőtt csapatnak a megújítása, megpróbálunk télen érdemben erősíteni a csapatot, illetve az utánpótlás csapatoknak az edzéseit is működteti megfelelően, és hát minél több versenyt szervezni nekik. Most jelenleg az utánpótlás résznél a gyerekeket 4 korosztályt neveztünk a futsalbajnokságba, ami december-januári hónapban kerül erre sor, és a kisebb korosztálynak is szeretnénk különböző teremtornákat szervezni, illetve ellátogatni másik csapatokhoz. Emellett tervünk az, hogy minél több egyesülettel felvegyük a kapcsolatot, nyitni feléjük, és hát szponzorálni és népszerűsíteni a kisebb korosztálynál is ezt a sportágat. Hát most, ami emellett még feladatunk, ugye a TAO pénzeknek az összegyűjtése, maradt rá egy hónapunk, és ugye, ahogyan említették, már 24 millió forintos TAO pályázatunk van sikeres, amit megnyerte az Egyesület. Ennek a pénzeknek az összeszedése egy megállapodása folyik jelenleg a vállalkozókkal. Bízunk benne, hogy mire lezárul a határidő, addigra meg lesz
teljes összeg, ez most a legfontosabb feladat, és ahogy említetted, utána pedig a programoknak a megbeszélése, mint az utánpótlás részlegnél, illetve az ifjús felnőtt játékosoknál. Vannak terveink, kidolgozott tervek, ezt majd a későbbiekben megbeszéljük együtt a vezetőséggel, illetve az edzőkkel. Egy biztos sok dolga lesz az új tímnek, hiszen az utánpótlás csapatok edzéseinek koordinálása és a versenyeztetés mellett a felnőtt csapatot is újra kell építeni a tél folyamán, hogy a megyei első osztályban maradhasson a Marcali. A hétvégén 0-3 arányban kikapott a Marcali VFC a Babócsától, az ifi viszont 4-1 arányú győzelmet aratott. A hétvégén rendezik az őszi utolsó fordulót a Somogy megyei bajnokságban, Marcali Csurgóra látogat.